Városi megemlékezést rendeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulóján. 5 évre szóló mandátum, megalakult az új képviselőtestület. Fával, gázzal, távhővel megkezdődött a fűtési szezon. Magyarországon is megjelent a kérüdzőkre veszélyes Blue Tongue, azaz kék nyelv betegség. Dr. Varga Miklós járási főállatorvos a betegségről és a lehetséges védekezési módokról beszélt legutóbbi tájékoztatóján. 100 év, 100 véradóval. Centenáriumi véradást szervezett Hajdunáláson a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete. Egy hónapos programsorozattal népszerűsítették az iskolai lovasoktatás Tedejen. Megrendezte hagyományos őszi játszónapját az egyes számú voda, ezúttal azonban egy különleges esemény is történt. Látványos táncprodukciókat mutattak be a végzős diákok a Kőrösi Szalagtűző ünnepségén. Olimpiai bajnok kajakozó látogatott városunkba a Hajdunáláson Dominó Diák Sport Egyesület szezonzáró programjára. Világbajnoki ezüstérmet szerzett Kis Zoltán, a hajdunáláson karate szakosztály vezetője, a lengyelországi versenyen a veterán kategóriában állhatott föl, a dobogó második fokára. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. Október 23-án délelőtt 10 órakor kezdődött a művelődési központban az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója tiszteletére rendezett városi szintű megemlékezés. Az ünnepi műsort ezúttal a Kőrösi Gimnázium diákjai adták. Közel 6 évtized telt el azóta, hogy a maroknyi magyar nép, mint modernkori Dávid, 1956. október 23-án a nagyvörös Góliát a Szovjetunió árnyékában felmerte emelni a fejét, és azt mondta, elég volt. Kilátástalan küzdelem volt, hiszen alig 2 hét és a szovjet tankok hernyú talpai alatt elvérzett a magyar szabadság. De emlékét nem tudták földbe taposni. Őrizték az őrzők, ahogy lehetett. Aztán elérkezett 1989 ősze, és az addig ellenforradalom, majd sajnálatos októberi események után végre kimondatott, népfelkelés, forradalom volt Magyarországon, 1956 őszén. Az idei városi szintű megemlékezés 23-án délelőtt a Művelődési Központ színháztermében került megrendezésre. A himnusz hangjai után elsőként Zalán Tibor, Ékezet, Apámnak című versét hallhattuk Erdei Ferenc, a Kőrösi Gimnázium tanulójának előadásában. Zalán Tibor, Ékezet, Apámnak. Hozzáll a Péternek, aki akkor 7 éves volt. Arra napra még azért is emlékezem. Megakadt a szemem egy furcsa, nagy ékezeten. Persze nem az volt, csak a szemem csalta meg akkor az este. A magasban lengett egy akasztott ember, s a teste. Lábánál fogva lúgatták fel. Még délután láttuk, hogy ütötték, tombolt a nép Óbudán. Aztán elvonszolt valaki onnét. Most menj haza, gyermek! És én rohantam utcákat, és én bennem harangok vertek. Apám az ablaknál állt, és kifelé bámult. Olyan volt, mint aki éppen a holdra kirándult. Én meséltem, meséltem, ő pedig semmit sem értett. És nem értettem én sem, hogy miért nem néz rám, és miért nem kérdez. Később még átjött a szomszédik lánya, a Klára. Valami húst hozott, és kevés kenyeret vacsorára. Apám csak mormogott, mormogott, hogy azok is emberek voltak. Bár rohadtak, szemetek, most mégiscsak emberi holtak. Tudod, a lényeg, hogy ne alázd meg soha senkit. Fel alá járkált, és a végén csak kibökött ennyit. Ünnepi emlékező beszédet ezúttal Szólát Tibor polgármester úr mondott, aki elsőként a forradalom jelentőségét méltatta. Minden nemzet életében kiemelkedők és méltóságteljesek azon történelmi események, ahol az emberi akarat, az elfűség és a szabadság eszményéért való tenni akarás mindennél előrébb való. A szabadságharcok emlékezete és öröksége nem csupán a zsarnokság, az elnyomás és a diktatúra azonnali eltörlésének akaratáról beszél számunkra, hanem a szebb, igazabb és tisztább jövő munkálásának szándékáról ad tanúbizonyságot. A forradalmakban a történelmi pillanatok mozdító és tette sarkoló buzdítása a boldogabb
és szabadabb jövendő megteremtését kínálja mindazok számára, akik értik az időszavát, fölvállalják a nemzetükért való küzdelmet. Majd szólt arról, hogy bár fogyatkozó számban, de még köztünk élnek azok, akik a barikád egyik és másik oldalán álltak. Ezek az emberek élő mementói azoknak a napoknak, azoknak a harcoknak. Élő emlékezet 56, mert még számosan élnek a barikád mindkét oldalán állók közül, akik a kivágott zászló alatt, és akik ávós egyenruhában, vagy éppen szovjet lobogó alatt küzdöttek. Az emlékezet és a sebek is élőek, amelyet nem lehet sem túlzott történelmi pátosszal, sem a tagadás és a konzumista elhallgató szándékával értelmezni. Helyét és értékét kell látni a magyar nemzet világot megrendítő szabadulni akarásának és önállósági törekvésének. A forradalom értékét nem a harcosok ideologizálásában vagy a hóhérok démonizálásában kell értelmeznünk ma. Tekintsünk sokkal inkább arra az örökségre, amelyre a hősök és hétköznapi emberek helytállása, a közösségért való cselekedete 58 év táblatából is tanít bennünket. Ünnepi beszédét az alábbi gondolatokkal zárt a polgármester úr. 1956 üzen ma is számunkra. Itt az egy évvel ezelőtt felállított emlékmű mellett állnánk, hogyha nem esne az eső, de mivel esik, így most benn vagyunk. És így ettől függetlenül ez a szobor hirdeti a szabadság, tisztesség és a méltóság eszméit, el nem feledve ápoljuk a forradalom emlékezetét és örökségét. Nem szabad, hogy elfelejtsük ezeket az ősi kultúránkban, hagyományainkban és történelmünkből fakadó értékeket. És áldott legyen mindazon forradalmárok emlékezete, akik Hajdunánáson vagy bárhol a Kárpát-medencében részt vettek az 56-os eseményekben. Az emlékező beszéd után a Kőrösi Gimnázium diákjai színvonalas irodalmi összeállítással emlékeztek a forradalom hőseire. Fegyveres harc kezdődött a budapesti utcákon, folyt a drága magyar vér. Ám a Szovjetunió sem késlekedett. November 4-én megindították a támadást tankjaikkal a forradalom ellen. Naplótöredék 56-ból. Részletek az akkor 15 éves Ceglédi Edit naplójából. 1956. november 1-e. Halottak napja van. Délután édesanyámmal és édesapámmal a temetőbe mentünk. Ma este, 6 órakor, az ablakokban gyertyát gyújtanak országszerte a szabadságharcban esettek tiszteletére. Együtt vagyunk örömben, együtt vagyunk a gyászban. Ezt jelezte számomra az ablakokban égő gyertyalánk. 1956. november 4-e, vasárnap van. Tegnap úgy terveztem, hogy ma templomba megyek.
A városban, a középületek előtt és az utcákon végig orosz tankok sorakoznak. Napok óta nem engedik be a Budapestre érkező vöröskeresztes szállítmányokat. És Pesten 30 ezer sebesült ellátásáról kell gondoskodni. Itthon mindenki ideges. Édesapám nagyon kedvetlen. Folyton azt mondogatja, hogy túl szép álom volt függetlennek lenni, kapunk helyette olyan terrort, amilyen még nem volt. Több mint 30 év telt el, amíg az új nemzedék jogokat kért, követelt magának. 1989. október 23-án, a forradalom 33. évfordulóján, az országház előtt kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Ma már nincsenek megszálló csapatok az országban, hazánk szabad és független. A városi megemlékezés az 1956-os emlékmű megkoszorúzásával zárult. Október 22-én szerdán este 18 órától tartotta alakulóülését Hajdun-Ellásváros önkormányzata újonnan megválasztott képviselőtestülete. A 11 tagú testületben 8 fő képviseli a Fidesz-KDNP-t, egy fő az MSZP-t, egy fő a Jobbikot és egy fő a Hajdun-Ellásért tevékenykedők független egyesületét. A testületülés határozatképes volt, minden képviselő megjelent. Első napirendi pontként határoztak a polgármesteri illetményről, majd Szolár Tibor polgármesteri programja következett. A polgármester rövid vázlatát adta azoknak az elképzeléseknek, amelyek gyakorlatilag az elmúlt 4 év szerves folytatását jelentik. Mint mondta, a folytatás mellett igen nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a város lakossága minél jobban megismerje a városvezetés elképzeléseit, a fejlesztések, a beruházások vagy akár a munkahelyteremtés a közcélú foglalkoztatás tekintetében. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának értelmében titkos szavazással sor került az alpolgármester választásra. Az elkövetkező 5 éves ciklusban 2 alpolgármestere lesz városunknak. Dr. Juhász Endre főállásban, míg Csíszár Imre társadalmi megbízatás alapján látják el az alpolgármesteri teendőket. Az ülésen megválasztották a pénzügyi és ügyrendi bizottságot. A bizottság vezetője Ötvös Attila, tagjai Tóth Imre és dr. Éles András, külső tagok Hódos Antal és Olá Sándor. A következő testületülés október 30-án lesz, ahol többek között sor kerül a további bizottságok megalakítására is. Hajdun-Ellásváros önkormányzat képviselőtestületének alakulése a szózat hangjaival ért véget. Lassan-lassan vége a kellemes őszutónak, hűvös, esős napok és hetek jönnek. Lassan már a kertek alatt jár a tél is. Be kell fűteni, bekapcsolni a kazánokat, tüzet rakni a kandallókba és a kályhákba. Munkatársaink sok éves hagyományainkhoz híven ismét körbenéztek, főként a távhőszolgáltatás területén, hogyan alakul az idei fűtési szezon. A tél a mi éghajlati viszonyaink között bizony sok embernek okoz gondot, hogyan, miként tudja megoldani a téli fűtést, bírja-e majd fizetni a távhőszámlát, a gázszámlát, jut-e tűzifára, tüzelőre. Különösen sajátos helyzetben vannak a lakótelepek, tömblakások lakói, hiszen lakóközösségben élnek, függnek egymástól, ha tetszik, ha nem. Hajdun-Ellásváron a távfűtött lakások döntő többségében a Hépszol Kft. Szolgáltatja a fűtést és a melegvizet, és egykoron, ha eljött október 15-e, bekapcsolták a kazánokat, még haként 1000 ágra sütött is a nap. Ma már ez másként működik, tudtuk meg Juhász Istvántól, a cég műszaki vezetőjétől. Kérésrendül a távhőszolgáltatás. Vannak közletek, akik már megkérték a szolgáltatást, indítását, illetve egy-két társaság, de még javarészt még nem indultunk el egyébként. Közismert az elmúlt időszak kormányintézkedése a rezsicsökkentés, ami a lakosságnak egyértelmű megtakarítás. Hogy a szolgáltató miként élte meg az elmúlt évi és az idei csökkentést, ez már kicsit nehezebb dolog. A rezsicsökkentés miatt azért jóval rosszabb eredményre számítottunk, viszont az energiahivatal lényegesen kompenzálta ezt a kiesést. Ugye 12. december 31-től, vagyis 13. január 1-től közel idáig 24,4%-os rezsicsökkentést hajtott végre a kormány, amit
helye közel kompenzális. Most az utolsó árkompenzációval csökkentette a rezsicsökkentést és a távhőszolgáltatás árát, illetve csökkentette a támogatást is, úgyhogy és igazából Moskában egy picit számolgattunk, hogy is lesz az elkövetkezendő fűtési szezon. Persze nem mindenki lakik távfűtött lakásban. Sokan fűtenek fával, főként a cserépkályhákban, kályhákban. Eddig ők kiestek a rezsicsökkentésből. Ezen a helyzeten igyekszik javítani az a kormányzati intézkedés, amely 10%-os kedvezménnyel kínál tűzifát az állami erdészetek készleteiből, s amelyről október 8-án tartottak sajtótájékoztatót a Nyírerdő ZRT Hajdúhatházi erdészetének telepén. A kormány a rezsicsökkentés keretei között 10%-kal csökkentette a tűzifa árát. Ugye a Orbán kormány 2012-es intézkedésének megfelelően ez most már a harmadik rezsicsökkentés, amely keretei között most már éves szinte mindegy 350 milliárd forint marad a családok kasszájában, hiszen a rezsicsökkentés következő etapjában most éppen október 1-ével 3,3%-kal csökkent a távfűtésnek az ára, és most pedig ezzel az újabb intézkedéssel a tűzifa esetében 10%-kal. Mint megtudtuk, indulásként 170 ezer köbméter tűzifa áll rendelkezésre országos szinten. A kormányzat tájékoztatása szerint, ahogyan ez a fa mennyiség elfogyik, további mennyiséget fognak tudni ezekbe a tételekbe bevonni. Ez a mostani számítások szerint mintegy 20 ezer családnak tudja teljes egészében megoldani a fűtési igényeit. Családonként 10 köbméter fa igényelhető, és mint hallottuk, 10%-kal olcsóbban, ami nem tévesztendő össze a szociális tűzifa juttatással. Hajdunánáshoz legközelebb a Nyírerdő Hajdúhatházi erdészete esik, ahol igényelhető a kedvezményes áru tűzifa. Nekünk az a feladatunk, hogy most ennek a, mint állami tulajdonú cég, ennek a kormányzati szándéknak megfeleljünk, és ezt szerint tesszük a dolgunkat. A Nyírerdő honlapján a programmal kapcsolatban minden fontos információ felelhető. Mindenkit arra kérünk, hogy a nyírerdő.hu honlapunkon erről tájékozódjon. Fontos kérdés, hogy egy családnak 10 köbméter tűzifa adható. Mindenkit kérünk, hogy jelentkezzen az erdészetnél, az ottani elérhetőséget látva, és mindenki a lakójához legközelebb eső erdészetet keresse, hiszen a szállítási költséget azt a vevőnek kell megfizetni. A beérkezett igények alapján regisztrált vevőként fog nyilván tartani a vevőket, ami azt jelenti, hogy 5 napon belül tájékoztatjuk, hogy hol tudjuk kiszolgálni tűzifával, és ennek függvényében mekkora a szállítási költség. Szóval számolni kell, mennyi a szállítási költség, és mennyi a 10% kedvezmény, illetve a kereskedelmi ár és a telepi ár közti különbség. A fűtési költségeken való spórolásnak egy másik útját választották még 2010-ben az Ady Endre körút 7-11 szám alatti társasház lakói. Körülbelül 80%-át fizetjük a fűtésköltségnek, mintha a hépszolgán maradtunk volna. Ha összehasonlítjuk a 2009-es adatokkal, akkor abból egyetemben lehet látni, hogy az összes ilyen járulékos költség mentesülünk, ugye értelemszerűen, mert a kis helyiségünkben van a kazán, tehát szállítási veszteség ilyesmi minket nem terhel. Ezen kívül kifejezetten csak az energia, tehát a gáz felhasználás költsége az, ami nekünk költségként jelentkezik. A gáz beszerzési ára is csökkentheti a költségeket, attól függően, honnan, milyen áron tudnak fűtőanyaghoz jutni. Az elmúlt években az Ekon Gáz osztrák szolgáltatótól vásároltuk a gázt. Az is egy nagyon jó és nyomott áron sikerült megvásárolni. Több éve tendereszteti már a cég a gázbeszerzést. Most igazából 13. július 1-től pedig a Magyar Telekom jelent meg a piacon, mint új gázszolgáltató, és igazából ők érték el a legjobb, legkedvezőbb árat. A Tigáz szállítja a gázt, hát mint rendesen itt a környéken mindenkinek. Társasházakra vonatkozott tarifa szerint kapjuk a támogatással a gázt. Hát havonta egy olyan 350-360 ezer forintot fizetünk havi általányban gázra. A fűtési hatásfok is nagyon fontos, ami jelentősen függ attól, milyen állapotban vannak a kazánok és egyéb berendezések. Sajnos most kezd előjönni a rendszer hibája, ami konkrétan a lakótelepet, ha nézzük, ott egy 90-es
csőpár, szigetelvezeték fut, és folyamatosan lukadnak ki. Na most ezt tórozgatni, forrozgatni már nem lehet. Igazából mindig, hogyha van egy lyukadásunk, ami volt a tavasszal, és tavasszal meg tudtuk csinálni, akkor ki kell cserélni egy 10-15 méteres szakaszt, ami tulajdonképpen innentől kezdve folyamatosan lesz, mert amit, ahogy láttuk a kiöregedett vezetéket, ez előbb-utóbb ezt az egészet cserélni kell. Konkrétan a rezsicsökkentés miatt is konkrétan nem tudtunk fejleszteni. Nagyon szerettük volna, hogyha mi régen működő gázmotort be tudtuk volna indítani. Azt ugye 13 februárjában megvásárolta a holding, a Captál Kft-t, ezt szerettük volna beindítani, de erre még most sajnos nincs lehetőségünk. Úgy gondolom, hogy erre kell a hangsúlyt ráfektetni, hogyha lehetőség lesz, akkor be kell indítani, és akkor még olcsóbban tudunk előállítani energiát. Most is egy jó 6-7-es leállásunk volt, amikor egy teljes szervizt, úgynevezett nagy szervizt csinálunk, megnézzük az összes szivattyút, a kerintetőrendszert, a kazánokat szétszedjük, hát nyilván szakember, és a megfelelő alkatrészpótlásokat elvégzik. Egyébként ezek ipari kazánok, tehát ezeknek a kihordás idejük most már lejár. Tehát 5 év a kihordás idejük. Az nem jelenti azt, hogy teljesen tönkrementek és már nem használhatók, de az üzembiztonság érdekében, tekintettel arra, hogy teljesen automata vezérlésűek, mindenképpen szükséges gondoskodni róluk. Mármint a cseréjükről. Okosan gondolkodva és előre tervezve ez nem jelent a lakók számára plusz pénzt, hiszen amit a beruházással megtakarítottunk pénzt, és össze is gyűjtöttük, az kiállja bőségesen a kazánok cseréjét. A költségek csökkentésének egyik nagy szelete, ha a lakások hőszigetelése, a nyilászárok cseréje megoldott. Ez viszont nem olcsó mulatság, és kizárólag szinte csak pályázati pénzek felhasználásával oldható meg. Most erősen gondolkozunk azon, és figyeljük a pályázatokat, hogy akár panelprogram, akár ugye a hőszigetelés csak magába, akár csak nyilászáró csere, de valamivel tudjuk elősegíteni és támogatni a lakosságot. Mint láthattuk, többféle megoldás is lehetséges a költségcsökkentésre. Persze az ideális az lenne, ha minél több megújuló energiát tudnánk felhasználni, ez lenne a leginkább pénztárca és környezetkímélő megoldás. Több aktuális állategészségügyi kérdésben tartott tájékoztatót dr. Varga Miklós járási főállatorvos. Szóba került a jószágok legelőről való behajtása, a kistermelői élelmiszerfeldolgozás és értékesítés, de a legfontosabb mégis az a betegség volt, amely napjainkban borzolja a kérődző jószágokat tartó gazdákat, ez pedig nem más, mint a Blue Tongue betegség, amely ellen igazából nincs gyógymód. Emberre ártalmatlan, azonban egy állatállományban komoly károkat tehet, nem beszélve a kereskedelmi és feldolgozási tilalmakról, amelyeket mindenképpen bevezetnek a fertőzött területek környékén. Hosszú ideje hallani, hogy Magyarország környékén felütötte a fejét a kék nyelv, azaz a Blue Tongue betegség. Egy olyan betegség, amely ellen védekezni szinte majdhogy nem lehetetlen. Éppen ezért nagyon veszélyes, mondta el dr. Varga Miklós legutóbbi állategészségügyi tájékoztatója alkalmával, ahol kitért arra is, hogy nagyon nagy figyelemmel és körültekintéssel kell kezelni ezt a betegséget, mert a kérődző jószágok esetében óriási károkat okozhat, ha nem figyelünk oda rá. Ez a kórokozó egy olyan kórokozó, ami károsítja a vérereket, vírus, és végül is a Blue Tongue, a kék nyelv abból származik, hogy a nyelv megduzzad, és megfullad az állat. Ennek a betegségnek a terjesztésében a legfontosabb vektor, úgy mondjuk közvetítő szerepe a szúnyognak van. És a jelenlegi helyzet az az, hogy Magyarországon Békés megyében már megtalálták két helyen ezt a betegséget. Ilyenkor uniós rendeletek szabályozzák a megtett védőintézkedéseket. A lényeg az, hogy az ott elrendelt zárlaton kívül egy védőkörzetet alakítanak ki. Ez a védőkörzet 150 kilométeres sugarú kör, tehát nagyon nagy. Debrecenig felnyúlik a határa. És ez azt jelenti, hogy azok az állatok, amik ebben a körzetben vannak, nem eladhatók, nem levághatók. Ez pedig mondani sem kell, mekkora csapás az állattartók számára. Dr. Varga Miklós szerint most az a legfontosabb, hogy amennyire csak lehet, visszaszorítsuk a fertőzést, amelyet leginkább a szúnyogok terjesztenek. Így, amennyire csak képesek vagyunk, írtani kell őket, mert az elmúlt időszak enyhe időjárása egyrészt kedvezett nekik, másrészt pedig ennek köszönhetően el is szaporodtak.
azt tanácsolom, hogy egy, ha lázas megbetegedést, bágyadságot látnak az állaton, egy jó állattartó, egy jó gazda mindig látja, hogy jól van az állat, vagy nincs jól, akkor azt, és ez látszik, hogy nem egy pillanatnyi rosszul lét, hanem tartósabb, jelezze az állat orvosa felé, hogy meg tudjuk vizsgálni az állatot. A másik pedig, én azt gondolom, hogy még most sok a szúnyog. Ez egy olyan kivételes ősz, ahol még ugye fagy sem volt, és enyhe volt, nagyon csapadékos volt, tehát elszaporodtak a szúnyogok. És én javasolnám, hogy az állataikat, a kérődzállatokat védjék saját erővel a szúnyog ellen, tehát permetezzék le neostomozánnal az állatállományt, és ez a neostomozán ugye egy fürösztőszer, egy olyan vegyszer, ami végül is megtapad az állat bőrén, és távol tartja ezeket a rovarokat, szúnyogot, kullancsot, vérszivaragyokat. Ugyanúgy azt javaslom, hogy a háznál, ha körülnéznek, istálóban, de kamrákban, ilyen búvóhelyei vannak a szúnyognak, pincenségben, én ott is javaslom, hogy a szúnyogokat értsák. Gyakorlatilag, ha nincs szúnyog, akkor nincs, ami terjeszt ezt a betegséget. Én ezt ilyen egyszerű józan paraszt ésszel tudnám javasolni. Ez pedig azért is fontos, mert túl a megbetegedéseken és a lehetséges elhullásokon a kereskedelmi zárlat is óriási károkat okozhat, amely sajnos már érezteti is hatását, hiszen a szarvasmarha szállításokat az ország egész területén leállították a külföldi felvásárlók. Az ősz azonban nem csak ezért ad feladatokat a gazdák számára, lassan minden jószágot behajtanak a legelőről, ezért nagyon fontos, hogy ezekre is odafigyeljenek az állattartók. Azért a szarvasmarhák is, a juhok is bekerülnek. Ilyenkor mindig azt szoktam kérni, hogy főleg a juhoknál figyeljék meg az emberek, hogy nincs esetleg rühösségnek jele, mert akkor az a tél folyamán csak terjed, és az ellen védekezni kell. Hát ennek az esélye az összeterelt nyájas legeltetésnél van meg. Azok, akik olyan helyen tartották a juhaikat, ahol több tulajdonos vitte ki a juhát, bár le voltak ezek fürösztve, meg védekezve volt a rőség ellen, de javaslom, hogy fokozottan figyeljenek odra. És még egy dolog, a féregtelenítés, ugye a legelőn elég sok féreg bejuthat, parazita élősködő, szarvasmarhába jó egyaránt, ezt én mindenképpen javaslom, hogy a féregtelenítést is el kellene végezni. Nem csak az állattartóknak érdemes azonban figyelniük most október végén, hanem a kistermelői élelmiszer előállítóknak és kereskedőknek is, hiszen egyrészt az engedélyeik lejártát ellenőrizni kell, valamint olyan pályázatok is indulnak a jövőben, amelyek sokat segíthetnek majd a tevékenységeik működtetésében. Mindenki nézze meg az engedélyt, az erre kiadott határozatot, egy évig érvényes, és én feltétlenül kérem, hogy újítsák meg, mert ennek a dolognak ez a rendje. Másrészt mindenki figyeljen, azt javaslom, mert pályázati lehetőségek lesznek kistermelő élelmiszer előállítás területén, és hát mi is tudunk ebben segíteni, hogy tanácsot adunk, hogy milyen irányban érdemes lépni. Ha ezek a pályázatok megjelenek, én azt javaslom, hogy aki ebben gondolkozik, az vegye ezt igénybe. A járási állatorvosi hivatal nem csak az állattartóknak és a termelőknek igyekszik segíteni, hanem ha kell, akkor az önkormányzattal is együttműködik. Így van ez most is az önkéntes eboltás bejelentése esetében. Az önkormányzat megkeresett bennünket, hogy egy olyan elképzelésük van, miszerint legyen önkéntes az eboltás bejelentése, és akkor mutatnám ezt a nyomtatványt. Ilyen nyomtatványokat a Nánási Újsággal kiküldtek mindenkinek, aki Nánási Újságot kapott. Ezek a nyomtatványok adatlapok. Azt kérik, és akkor kérjük mi is, hogy mind az ebet tartó, mind az ebet nem tartó, tehát nemleges jelentéseket is tegyék meg, és ezeket a kitöltött adatlapokat juttassák be az önkormányzathoz, le lehet adni a portán. Én ezt jó dolognak tartom, mert az önkéntes bevallással meg lehet takarítani egy csomó időt, energiát az ebösszeírás ügyében. Jövő év tavasszal azokat az ebtartókat keresik fel az összeírók, akik ilyen adatlapon nem jelezték a adatokat. Tennivaló tehát van bőven az állattartók számára idén ősszel is, azonban dr. Varga Miklós elmondta azt is, hogy bízik benne, hamarosan sikerül úrrá lenniük a kérődzőket érintő kéknyelv betegségen, mert most ez a legfontosabb.
100 év, 100 víradóval. Ezt a címet adták annak a rendhagyó víradásnak, amelyet október 22-én rendezett a Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezete. Az apropót az adta, hogy idén ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját a helyi szervezet. A centenárium alkalmából a cél az volt, hogy legalább 100 fő jelenjen meg a víradás helyszínén 9 és 17 óra között a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. A célt elérték, a nap folyamán ugyanis 110 fő jelentkezett víradásra, közülük 10 új víradóként, 8-an pedig irányított víradásra érkeztek, egy hajdunánási embertársunk megsegítésére. Végül a víradást 98-an fejezték be, akik nem távoztak üres kézzel. A víradóknak a Vöröskereszt ajándékkal hálálta meg a jó szándékú segítséget. Különlegesség volt, hogy minden víradó saját kézzel aláírt kézlenyomaton örökítette meg a víradás sikerét, a nap végén pedig további 3 ajándékot is kisorsoltak a víradók között helyi vállalkozók felajánlásából. Az idei tanévtől veszi kezdetét a Nemzeti Lovas Program, amelyet a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a kormány kezdeményezésére indítottak útjára. Ehhez a programhoz csatlakozott a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Szövetség. Egy hónapon át Tedelyen, a Lovardában 4 település iskolásainak tartottak lovasnapokat, ahol a gyermekek elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vehettek részt. 2014 őszén indult útjára a Nemzeti Lovas Program, melynek egyik fontos része az iskolai lovaglásoktatás bevezetése. A minisztérium elképzelése szerint 3., 4., 5. osztályos tanulók körében kezdődik meg az oktatás, majd felmenő rendszerben folytatódik. A lovaglás nem kötelező a diákok számára, viszont aki úgy dönt, hogy megpróbálja, annak kötelező 1 évig részt vennie az oktatásban. Ehhez a minisztériumi kezdeményezéshez csatlakozott a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Szövetség. A kormány a Nemzeti Lovas Program részeként meghirdette az általános iskolások részére a lovasoktatást, és ez adta az apropót, hogy 2014 nyarán pályázatot adjunk be egy ezt megelőző ismeretátadás rendezvénysorozatra. A Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Szövetség a hajdunánás tedei IKST-nek az üzemeltetője volt az, aki a programot magát szervezte, illetve lebonyolította. Egy-egy nap alkalmával a gyerekek elméleti előadásokon vehettek részt, ahol több téma is szóba került. A lóval, a lovaglással, illetve a lótartással kapcsolatban. A nap folyamán a diákok számára az is kiderült, hogy az ember és a ló kapcsolata nem csak a sport világára korlátozódik, hanem nagyon fontos szerepet tölt be a gyógyításban is. Elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások egyaránt szerepeltek ezeken egy-egy ilyen programnapon. Először Alföldi Néra Gyák Andrea pszichológusként tartott előadás a gyerekeknek játékos formában, hogy ez a lovaglás miért is jó, miért is hasznos számukra, miért van terápiás jellege, majd ezt követően Komáromi Renáta lovasoktató beszélt a lovakról, a lovak viselkedéséről, a lovakkal való bánásmódról. Az előadások után a programra látogatók átsétáltak a lovardába, ahol a megfelelő védőfelszerelés használatával szakmai felügyelet mellett kipróbálhatták a lovaglást. A programon résztvevő iskolások nem csak igazi lóra ülhettek fel a nap folyamán, hanem műlovon is kipróbálhatták a különböző lovas tornai elemeket. Ezután a gyakorlati program részeként ellátogattak a diákok a lovardába, a tedei lovardába, ahol megetethették a lovakat, simogathatták őket, majd fel is ülhettek, és felügyelet mellett egy próbakört megtettek a lovardában. A projektben résztvevő gyerekek tervezett létszáma 300 fő volt, de az érdeklődés az iskolák részéről sokkal nagyobb lett, mint ezt a pályázat lebonyolítói várták. 4 településről, Hajdunánásról, Polgárról, Görbeházáról és Újtikosról szállítottunk diákokat. 3.-4. osztályos általános iskolások vettek részt ezeken a rendezvényeken. Összesen több mint 400 diák. A lovaglás nagy élmény volt a gyerekeknek. Sokan először voltak karnyújtásnyira egy lótól, és először ülhettek fel a ló hátára. A program sorozatban résztvevő osztályoknak olyannyira megtetszett ez a lehetőség, hogy szívesen ellátogatnának a jövőben is Tedelyre, a lovardába. Most pedig kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. Idén éppen 25 éve már, hogy szabadon emlékezhet országunk népe az 1956-os forradalom hőseire. Idén a városi szintű megemlékezésen a Kőrösi Gimnázium diákjai adtak ünnepi műsort. 5 évre szól a mandátumuk az újonnan felállt képviselőtestület tagjainak. Hajdunánás város önkormányzatának alakuló képviselőtestület ülését október 22-én tartották. Újdonság, hogy egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választottak, dr. Juhász Endre és Csiszár Imre személyében.
Elkezdődött a fűtési szezon. Nagyon sok család fűt gázzal, fával, és városunkban több mint 500 lakásban távhőszolgáltatás biztosítja a fűtést. A két éve tartó rezsicsökkentés ezen az őszön elérte a tűzifa piacot is. Az állami erdészetek készleteiből családonként 10 köbméter fa vásárolható 10%-kal olcsóbban, ám a szállítási költség már az igénylőt terheli. A Blue Tongue, azaz a kék nyelvbetegségre kell leginkább figyelni idén ősszel az állattartóknak, mondta el dr. Varga Miklós. A kort a szúnyogok terjesztik, amelyeknek eddig kedvezett az enyhe időjárás, ezért hatványozottabban oda kell figyelni írtásukra az állattartó telepek környékén. 100 év 100 véradóval címet viselte október 22-én a Vöröskereszt hajdunánási területi szervezet által rendezett véradás. A szervezet fennállásának 100 éves jubileumának alkalmából az volt a cél, hogy legalább 100 fő jelenjen meg a véradás helyszínén. A célt elérték, a nap folyamán ugyanis 110 fő jelentkezett véradásra, akik közül végül 98-an vért is adtak. 2014 őszén indult útjára a Nemzeti Lovas Program, amelynek egyik fontos része az iskolai lovaglás oktatásának bevezetése. Ehhez a minisztériumi kezdeményezéshez csatlakozott a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Szövetség. A programsorozatban résztvevő osztályoknak olyannyira megtetszett ez a lehetőség, hogy szívesen ellátogatnának a jövőben is Tedejre, a Lovardába. Az Árbarát bútor és szőnyegáruházban akkora a választék, hogy előbb-utóbb úgy is betér hozzánk. Szekrények, konyhabútorok, kiegészítő kis bútorok, kárpitos termékek, étkező garnitúrák, francia ágyak, heverők, kanapék, matracok, irodaszékek, szőnyegek, padlószőnyegek, PVC-k. Egy szóval nálunk minden van, ami a lakásba kellhet. Keresse üzletünket Hajdunáláson, az Árpád út 14 szám alatt, vagy látogassa meg a www.árbarátbútor.hu oldalt. Bocskai Korona. Hajdúnánás önálló utalványa és fizetőeszköze. A város és a közösség fejlődéséért. A felhasználóknak kézzelfogható kedvezmény nyújt az elfogadó helyeken. Az elfogadó helyeknek biztos kereseti oldalt jelent. Helyben tartja a tőkét, így erősíti Hajdúnánás gazdaságát. Bocskai Korona. Városunk értéke, közösségünk ereje. www.bocskaikorona.hu. Történt egyszer, nem is olyan régen. A szép Hajdúság északi csücskében élt egy város szorgos népe. Az emberek eleinte észre sem vették a változást, csak rohantak napi teendőik után. Nem kell hozzá a bölcsek köve, csak a józan paraszti ész. Nánási Portéka, a nánási termelők piacán. Most pedig kérem, tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátra lévő részében. Megrendezte hagyományos őszi játszónapját az egyes számú óvoda, ezúttal azonban egy különleges esemény is történt. Látványos táncprodukciókat mutattak be a végzős diákok a Körösi Szalagtűző ünnepségén. Olimpiai bajnok kajakozó látogatott városunkba a Hajdunánási Dominó Diáksport Egyesület szezonzáró programjára.
világbajnoki ezüstérmet szerzett Kis Zoltán a hajdunállási karate szakosztály vezetője. A lengyelországi versenyen a veterán kategóriában állhatott föl a dobogó második fokára. Különleges nap volt az október 16-ai az egyes számú óvoda életében. Ősszel már több éve megrendezik az őszi játszónapot, ahol a gyermekek szüleikkel együtt vehetnek részt a színes programsorozaton. Most azonban egy kicsit másmilyen volt ez a nap. Az óvoda új nevet kapott, és a névadó ünnepségre is e napon került sor. Az ősz hangulata elérkezett az egyes számú óvodába is, amiről az óvonénik és dadusnénik gondoskodtak. Az ősz színes kincseivel, termésekkel, motivumokkal dekorálták az udvart és a csoportszobákat egyaránt. Így fogadták a gyerekeket és a szülőket az október 16-án megrendezett őszi játszónapon. A munkaközösség vezető Kúnya Gáborné elárulta, hogy most is, mint az eddigi években, hosszú szervezés előzte meg ezt a napot. A mai játszónapra, mint minden évben, a szülők közössége, a gyerekek és az óvoda dolgozói egyaránt mindig nagyon készülnek. Most is így volt ez ezen a napon. Ugyanúgy, mint máskor, meghívtuk a szülőket óvodánkba, családtagjaikat, és együtt játszottunk a délelőtt folyamán. A barkás délelőttön az őszhöz kapcsolódó alkotásokat készíthették el a gyermekek a szüleik segítségével. Az óvonénik idén is sok ötletes díszítési móddal készültek. Ilyen volt például az a fát mintázó alkotás, ami úgy készült, hogy kisebb faágokat ragasztottak egy papírlapra. A játszónapon a gyerekek különböző színűre befestett magvakat ragasztottak az ágacskák köré, amivel elkészült az őszi lombkorona. Leveli béka fönn a fán, kucorog egész délután. A dárka rikkant őserest, valami furcsa dalok kezd. Nagyon népszerű volt a süni is, amit színes papírból készült levelekkel, almákkal díszítettek a gyerekek. Egy másik asztalnál pedig krumpli nyomdával festhettek ki szőlőfürtöket, de készültek levélmanók és falevéllel díszített szellemek is. A 10 óra után a játszónap az udvaron folytatódott. Itt egy kis kiállítás várta a gyerekeket azokból a töklámpásokból, amelyet otthon készítettek el a családok. Ez a mostani nap egy különleges nap volt az óvoda életében, hiszen amellett, hogy a gyermekek a szüleikkel együtt tölthettek el egy délelőttöt, az óvoda névadó ünnepségére is most került sor. Ezentúl már nem egyes számú óvodának hívják a hajdunállási óvoda Nikodémusz utcai intézményegységét, hanem Szivárvány óvodának. A város óvodái közül, akiknek még nem volt név elnevezése, azok most nevet kaptak. Így az egyes számú óvoda most már Szivárvány óvodaként funkcionál, tehát a nevünk is Szivárvány óvoda nevet viseli. És ebből az alkalomból kicsit ünnepibbé szerveztük a pillanatokat. A gyerekek részére középsősök, nagycsoportosok külön-külön műsorokkal készültek, tényleg színvonalas programokat láthattak a szülők. Én azt gondolom, hogy kollégáink és a gyerekek most is nagyon, nagyon ügyesen ellátták feladataikat, amiket természetesen egyeztettünk és megbeszéltünk. A munkaközösség vezető Kónya Gáborné azt is elárulta, hogy miért a Szivárvány elnevezést kapta az óvoda. A névválasztás az először kollektíven indult a felnőttek köréből. Gondolkodtunk, hogy vajon mik is lehetnénk, mi is jellemez a leginkább bennünket, óvodánkat. És úgy gondoljuk, hogy a sokszínűség, a színesség, a gyerekek sokfélesége nagyon jellemez bennünket, és ezért választottuk magunknak ezt a nevet. És ugye a Szivárvány tündöklő, gyönyörű, a legcsodálatosabb, a gyerekek örömére, amikor feltűnik az égen, boldogságot idéz elő, és azt gondoltuk, hogy mi is ezt az örömet, boldogságot közvetítjük feléjük. A névadó ünnepség alkalmából a nagycsoportosok a szivárványtánccal készültek, ami az őszi játszónaphoz hasonlóan hagyomány lesz az óvoda életében. Bye.
A tánc után a középsős Margaréta csoportosok kedveskedtek egy kis ajándékkal a legkisebbeknek, a süni csoportosoknak. A kicsik szintén egy tánccal készültek, ami a sünikről szólt. A délelőtt folytatásában a körjátékok sem maradhattak el. Végül megérkezett a meglepetés is, egy szivárványos torta a névadó ünnepség alkalmából, amivel megvendégelték a gyermekeket és a szülőket is. Erre a napra meglepetést is tartogattunk a gyerekek számára. Nyilván, ha egyszer névadó ünnepségünk is van, akkor illik a névadó ünnepséget, úgy gondoltuk, egy kis tortával emlékezetessé tenni. Ezért egy torta is készült, egy hatalmas torta, mely a gyerekeket elvarázsolta. Láttuk a szemükben, hogy nagyon hatott ez a pillanat. Én úgy gondolom, nekünk felnőtteknek is nagyon-nagyon szép pillanatokat szerzett ez a kis apropó. A tortázás az nagyon-nagyon kellemesen alakult. Szülők, gyerekek, felnőttek, mindenki kaphatott a tortából, hiszen mindannyian megkészítettük. Az édesség után olyan ügyességi játékok következtek, amelyeket otthon is bárki el tud készíteni, és remekül fejleszti a gyermekek ügyességét, koncentrációs készségét és türelmét. Nem kell hozzá más, csak egy kréta, egy kartondoboz, egy krumpli és egy fakanál. Na meg persze egy vállalkozó kedvű gyerkőc, aki a fakanál segítségével eljuttatja a krumplit a célba úgy, hogy az a vonalon belül maradjon. A célba dobásos feladat ugyanúgy lekötötte a gyermekek figyelmét, egy másik állomáson pedig bekötött szemmel kellett süniket feldíszíteni. Ebéd előtt pedig megérkezett a zeneiskola citara együttese is. Az előadás végén a gyermekek közelről is megnézhették a hangszereket, végül elérkezett az ebédidő, és ezzel véget ért az őszi játszónap, immár a szivárvány óvodában, ahol a gyermekek és szüleik is jól érezhették magukat. Felkerültek a maturandus szalagok a zakókra és a matrózgallérokra a végzős körös és diákok szalagtűző ünnepségén, amelyet október 18-án rendeztek meg a Művelődési Központ színház termében. A 12. évfolyamosok ezúttal is látványos és szórakoztató produkciókkal készültek az eseményre, melyet hosszú hónapokon át tartó izgatott készülődés előzött meg. A középiskolai diákévek egyik legörömtelibb és legemlékezetesebb eseménye a szalagtűző ünnepség. Idén a Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban 5 végzős osztály diákjainak tűzték fel a maturandusz szalagot az október 18-án megrendezett szalagavatón. A diákokat az intézmény igazgatónője, Papné Fülöp Ildikó köszöntötte, aki a szalagtűző ünnepség alkalmából sok sikert kívánt a végzősöknek, kitartást az előttük álló akadályok leküzdéséhez, és megfontolt döntést a közelgő pályaválasztás kihívásaihoz. Az itt eltöltött 4 év alatt többször is hallhattátok tanáraitoktól, hogy mindenki tehetséges valamiben. Sőt, igyekeztünk megértetni veletek, hogy mindenki több mindenben is tehetséges lehet. Nincs tehát olyan dolog, hogy az egyetlen. Nincs olyan, hogy csak ez és semmi más. És pláne nincs olyan, hogy én másra képtelen vagyok. Legyen mindig önbizalmatok. Ismerjétek meg képességeiteket. Legyetek nyitottak az új dolgokra,
és soha, de soha ne féljetek a csalódástól. Ne féljetek tőle, nem tudjátok elkerülni, de nem is kell. Ahogy az útelágazások jönnek időről időre, úgy a csalódások is. Hisz ezek is tapasztalatokkal vérteznek fel, s minél gyorsabban fel tudjátok dolgozni, annál erősebbé váltok majd általa. Nincs olyan, hogy kudarc, amíg ti magatok fel nem adjátok. Ha elértetek valamit, akkor is harcoljatok tovább. Ha felépítettetek valamit, s lerombolták azt, kezdjétek újra. Ha mindez így történik, akkor nincs kudarc. A szalagtűző nem csak a végzős diákoknak meghatározó állomás a középiskolás évek alatt, de fontos esemény az osztályfőnökök számára is, akik büszkén tűzték fel diákjaiknak az iskola szalagját, mely a fiatalok számára a felnőtté válást, míg a pedagógusoknak a közelgő búcsút jelképezi. Az iskola szalagjának viselése nem csak megtiszteltetés, de felelősség is egyben a maturandusoknak, hiszen jelképe mindazon értékeknek, melyet az iskola az eltelt évek alatt átadott a diákoknak, és melyekkel felvértezve nekivágnak majd a nagybetűs életnek. Szimbóluma a felelősségvállalásnak, a saját döntéseknek, az önállóságnak, és mindemellett egy közösséghez való tartozásnak is. A megható pillanatok után a felhőtlen szórakozásé volt a főszerep, hiszen az ünnepség további részében az osztályok bemutatták táncos produkcióikat, melyekre hosszú hónapok kitartó munkájával készültek. Az évfolyam közös produkciójában palotás táncot adtak elő a diákok, melynek lenyűgöző koreográfiáját Balogh Tóth Zita készítette. A 12. E osztály egy lendületes orosz tánccal örvendeztette meg a nagyszámú közönséget. A műsorszám koreográfiáját készítette, és a felkészülésben a diákokat segítette Kacsora Tamás. Jani, de jó ez a vodka, jelcím jól be van rúgva, a zsíkolé jobban zúg, mint a Volga. Rúdra mászik a bukta, a rása gyoktora kulka, szivodnya nye kukocska pufa. A hagyományokhoz híven idén is minden osztály készült közös énekkel. Teltek, múltak az évek, rájöttem. Nem vártam, nem kértem, de felnőttem. Hívtak, szmédült árok, vonzó bőrűk, lányok, s a végtelen. De ma is itt vagy. Rendelt a sors, s mindig érzem képzeletben, ahogy szelíden átkarolsz. Bárcsak egyszer volt pillanatra, újra gyermek lehetnél.
Mulatós tánccal készültek a 12. Bések, akik Kacsora Tibor táncoktató vezetésével sajátították el a szallagavató táncot. Megfogod itt a szeggem, elvetted az eszemet, ha látom két szép szemet, meghaló. Megfájt így a szívemet, megnyílik mindig velem, nélküled élni én már nem tudom. Te vagy ki, bejön nekem, gyere kislány, jöjjön velem, aki most jön neked, az én vagyok. Természetesen a táncok mellett idén is volt hangszeres produkció. A 12. A osztály tehetséges diákjai a Beatles egyik jól ismert slágerét adták elő. Szintén Balogtó Zita koreográfiája volt a 12. D osztály latin mixe. A latin táncokat és a hip-hopot ötvözték produkciójukban a 12. F osztály tanulói, akiknek Kovács Mónika táncoktató segített a felkészülésben. Done killing these fools. DJ, cut the verse off. What you doing, man? You can't have a verse like that. You got mouths to feed. You got crowds to please. You got one more verse, baby. Just do it for me.
tune sick. Somebody call the doctor. Make real music and these others are imposters. Life is like a movie, dude. I should win an Oscar. Got these rappers crying, got them dreading like a roster. A produkciók közül idén sem hiányozhatott a szalagavatók jellegzetes tánca, a bécsi keringő, melyben minden osztály képviseltette magát. Közös énekek elsajátításában Harangini és Simon Tímea segítette az osztályokat. Ugye emlékszel, mikor úgy jött el, az a reggel, hogy én felhagytam már mindennel, de még álmodtam, tovább változtam, és a legfőbb percben háló nélkül ugrottam, és nem is féltem akkor már. Óriási sikert aratott a 12. ások lendületes és vidám Charlestonja, melyben még az osztályfőnökük Balogh Róbert is szerepet kapott. Szalagtűző fináléjában az osztályok közös énekkel búcsúztak, ahonnan természetesen az osztályfőnökök sem hiányozhattak. Mindenhol minden ható.
a mindenhol mindenható. Most változtat rajta, kirúgjuk magunkkal a fejet, 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 kirúgjuk magunkkal a fejet. Műsor utáni bálon a végzősök a parkettánc alkalmával már felszabadultan táncolták el ismét az oly sokat gyakorolt lépéseket, de itt már senki sem aggódott a koreográfia vagy a ritmus miatt, már csak a felhőtlen szórakozás volt a legfontosabb. Szabó Gabriella olimpiai bajnok, valamint Béke Kornél és Nagy Szabolcs, a kajakkenu sporták kiemelkedő ifjú sportolói látogattak városunkba október elején, a sporták környékbeli és országosan elismert képviselői a Hajdunánási Dominó Diák Sport Egyesület szezonzáró programjának meghívott vendégei voltak. A kétnapos szezonzáróból természetesen a verseny sem maradhatott ki. Véget ért a kajakkenus sporták főszezonja. A Hajdunánási Dominó Diáksport Egyesület edzői két napra szóló programokkal vártak minden érdeklődőt a szezonzárásra. Október 11-én a sporták környékbeli és országosan elismert képviselőit hívták meg egy kis bemutatkozásra és beszélgetésre. A meghívott sportolók közt helyt kapott Béke Kornél, a Tiszaújvárosi KKS-e kajakosa, aki a tavalyi évben mindössze 15 évesen szerezte meg első bajnoki címét. Valamint szintén Tiszaújvárosból érkezett Nagy Szabolcs, aki idén került be Kornél mellé a válogatott csapatba. A kajakos fiúkat edzőjük is elkísérte, Betlenfalvi István. A meghívott sportolók közt nem utolsó sorban Szabó Gabriella, olimpiai bajnok, magyar kajakozó is helyet foglalhatott, akit edzője Tóth László is elkísért. Tóth László az elmúlt évek során közel 50 országban járt, korábban hol versenyzőként, később pedig már edzőként. Ő azt mondja, hogy a tehetség az még nem elég egy olimpiai érem megszerzéséhez. Nagyon szerencsésnek mutatom magam, mert a versenyző és edző pályafutásom alatt is eddig 46-47 országban voltam, ahol különböző korosztályra tudtam dolgozni. De hát azt kell mondjam, hogy a tehetség az mindenütt tehetség, mindenütt a világon, de magában a tehetség az nem elég. Tehát tényleg sok olyan munka kell ahhoz, hogy eredményes legyen valaki, ami később ahhoz jogosít fel, hogy majd világbajnokságon jól szerepeljenek, vagy olimpiákon jól szerepeljenek az emberek. Gyakorlatilag nagyon fontos a motiváció, hogy már fiatal korban
kialakuljon egy tudatosság a versenyzőkbe, hogy mit szeretne elérni, és ezért tényleg rengeteget kell tenniük. Tehát a fegyelem az nagyon-nagyon fontos, mert fiatalokkor, hogy kialakuljon a versenyzőbe. Az edző szerint nincs receptje a jó versenyzőnek, de ahhoz, hogy valaki kimagaslóan teljesítsen egy-egy versenyen, igen sok minden kell. Felnőtt versenyzőknél talán annyiból egyszerűbb a helyzet, hogy ők már nagyon tudatosak a felkészülés során. Tehát amikor megvannak a célok, hogy szeretnék egy világbajnokságon érmet szerezni, vagy egy olimpián nagyon jól szerepelni, ők alárendelnek gyakorlatilag mindent az életük során. Tehát a magánéletben is úgy élnek, hogy gyakorlatilag az edzés legyen a legfontosabb. Tehát a pihenés, a étkezés és minden más gyakorlatilag csak kiegészítő része a felkészülésnek. Tehát a felnőttekkel kicsit ilyen szempontból kicsit könnyebb. A fiataloknak még gyakorlatilag évek alatt gyűlik az a tapasztalat, ami alapján, hogy később nagyon jó versenyzők lehetnek. De azt gondolom, hogy minden fiatal minden év után húz egy vonalat, és azt mondja, mi az, amit másképp kell csinálni a következő évben, mi az, amit jól csináltam ebből az évben. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a fiataloknak évről évre kialakul az a tudás, vagy az a tapasztalat, amitől a jó versenyzők lesznek. Talán az egyik legfontosabb egy sportoló számára, hogy mindig legyen valami, ami motiválja. Azt gondolom, hogy a versenyzőknek ilyen szempontból a verseny eredmény az egy meghatározó motiváció a későbbiekre nézve. Tehát annélkül, hogy az edző különösebben piszkálná vagy buzdítaná a versenyzőjét, ha ő jól szerepel a versenyen, az elég motiváció ahhoz, hogy tovább vigye őt a következő versenyre, és egy olyan belső tűz alakuljon ki benne, ami az későbbiekben is nagyon nagy motiváció számára, hogy igenis szeretnék jól szerepelni, nem csak a hazai versenyeken, hanem később a nemzetközi versenyeken is. Ez gyakorlatilag ugyanúgy van, mint a felnőtteknél, hogy a fiataloknál is, hogy évről-évről alakulnak ki ezek a kisebb állomások, de aztán később egyre nagyobb célek, egyre nagyobb álmok felé tekintenek a versenyzők, és ahogy megvalósulnak, akkor nyilván ők a legboldogabbak, meg a szűk környezete is. Tehát az ország is nagyon büszke arra, hogyha valaki egy olimpián érmet szerez. Szabó Gabriella rendkívül feszített tempóban éli a mindennapjait. A versenyek és edzések mellett iskolába is jár, de mindig talál valamit, ami motiválja. Nagyon-nagyon szeretnék Rióban két számban versenyezni, úgyhogy ez mozgat, ez minden nap, ezzel kelek, ezzel fekszek, és hát emellett ugye fontos nekem a tanulás is. Jövőre 2015-ben kvalifikációs világbajnokság lesz Milánóban. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy itt osztják ki azokat az indulási jogokat Magyarországnak, ahány fővel mi részt vehetünk majd a kajakversenyeken Rióban. Úgyhogy ez számunkra a mostani 4 éves ciklusban a következő legnagyobb célkitűzés Rió előtt, és ezt fogja meghatározni, hogy hányan versenyezhetünk majd. Gabriella egy üzenetet is küldött a hajdunánási ifjú kajakosoknak. Mindenképpen szeressék meg a mozgást, mert szerintem a legjobb kikapcsolódás az, hogyha szabadban mozoghatunk, úgyhogy a kajakkenu ezt a szabadságérzetet számunkra megadja. Emellett persze mindenki tűzzen ki magá elé kisebb-nagyobb célokat, közeli és távoli célokat, és az nagyon fontos, hogy azok a kisrácok, akik most kezdték el a kajakozást az első pár évben, játszanak, szeressék meg a sportot, és ne a győzelemért hajtsanak, csak azért, hogy itt lehetnek. Október 12-én szombaton a HDDS-e szervezésében került sor a második bocskai kupára, az idei szezon utolsó versenyére. Hajdunánás csapata rendezett egy kajakkenu versenyt, aminek nem is igazából a verseny a jelentősége, hanem ez egy ilyen évadzáró buli. Itt a környékbeli egyesületekre számítottunk leginkább, ennek elére mondjuk Győrből és Moson-Magyaróváról is voltak itt versenyzők, de ennek inkább az a hangulata, hogy egy ilyen szezonzáró, most még utoljára jó idő van, ez a Magyar Kajakkenu Szövetség eseménynaptárában is a legutolsó verseny már, de az is lehet, hogy Európában a legutolsó verseny. Mi még ilyenkor megkockáztatjuk, hogy tudunk ilyenkor versenyt rendezni. Van Hajdunánásnak egy olyan adottsága, hogy ez a tó ez mindig meleg, hogy a strandnak a fölös vize keresztül folyik rajta. Úgyhogy hát nem is nagyon kell kockáztatni, mert az idő ráadásul kiváló. Úgyhogy mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez egy ilyen ünnep legyen, lezárjuk az egész évet. Rengeteg versenyen vett részt a Tiszai Város csapata és a Hajdunánás csapata is a nyáron, és az egész évet
úgymond egy kicsi bulival megünnepeljük. A szezon utolsó versenyére pedig szép számban érkeztek nevezések a helyi indulók mellett. Most pontosan nem tudom megmondani, mert még az utolsó pillanatban is érkezett nevezés. Tokaj például még ma reggel hívott fel, hogy ők mégiscsak el tudnának jönni, és még 5 fővel jelentkeztek. Hát közel szerintem olyan 100-120 fő versenyzett most itt. Ez azért nagy részt a közeli tiszaivási csapatnak és a hajdonállási csapatnak köszönhető, mert azért tőlünk is közel 40-en, tőlük is közel 40-en versenyeztek. Az időjárás igen kegyes volt a versenyzőkhöz. Ragyogó napsütésben, kellemes időben szállhattak a kajakokba az indulók. A programjai fontos üzenetet hordoztak az ifjú kajakosok számára. Még nem utolsó sorban ez a versenyen azt szeretnénk, hogyha minden gyerek úgy távozna el a térre, ami hosszú és szürke lesz a legvégén már, hogy érem legyen a kezébe, hogy ez egy ilyen népszerűsítő verseny is, és főleg a legkisebb korosztályokra számítunk, meg azokra, akik még az elmúlt 2-3 hétben kezdtek elevezni, és azoknak ilyen első versenynek tökéletes, és itt majdnem mindenki érmet kap, az első 6 versenyzőt éremmel jutalmazzuk, de hogyha nagy a mezőny, akkor ketté is szedjük, tehát majdnem, hogy ilyen 6-os, 8-as, 10-es mezőnyök indultak, úgyhogy itt nagyon kevesen nem kapnak érmet. A HDDS-e igen szép eredményeket gyűjtött be az idei szezonban. Azt mondom, hogy nagyon jó szezont sikerült zárnunk. A pontokban mérik ezt, ezt még nem számoltuk teljesen ki, illetve még nem érkezett meg a hivatalos jelentés a Magyar Kajakkenu Szövetségtől, de szerintem megtripláztuk körülbelül, vagy még talán annál is több pontot szereztünk ebben az évben. Volt magyar bajnokunk, megvan az első magyar bajnok a hajdunállásnak. Ez egy nagyon nagy szó egy ilyen kis településre, meg egy olyan egyesülettől szerintem, akik még 2 éve léteznek. Hivatalos formában, egyesületi formában még alig több, mint 1 éve. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen jó, és nagyon jól alátámaszthatná a jövőjét, hogyha tovább tudunk lépni, mert azért küzdik még az egyesület sok gonddal. Az egyesület a közelmúltban kijutott az első nemzetközi versenyére, ahol kimagaslóan szerepeltek. Az első nemzetközi versenyén vett részt az egyesület 8 versenyzővel. Ez egy ilyen meghívásos verseny, először hívták meg a mi egyesületünket is. Miskolc az már évek óta, a Miskolci Egyesület régen jár már erre a versenyre, és az országból több egyesület is. Most egy közös busszal mentünk el, a Dunafüredi Egyesület, a Budapesti Építők Egyesület, Miskolc és Hajdunánás. Egy közös busz bérelt, és egy közös utánfutóra felpakolva, közös szállással. Hát egy kis programmal egybekötve, mert egy közel egy hetes utazás volt, ott azért ez járt egy ilyen vidámparkos a Gardalandba, egy vidámparkos belépővel a gyerekeknek, hát egy ilyen szezonzáró pihenő dolog volt ez is. Annak ellenére egy komoly versenyre érkeztünk, én sem gondoltam, hogy ennyire komoly lesz. Több mint 8 ország vett részt ezen a nemzetközi versenyen, és ebből Hajdunánás 2 aranyérmet, 2 ezüstérmet és 3 darab bronzérmet hozott ezzel a 8 versenyzővel, volt, aki több számot is indult. És még azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy külön kiemelték Hajdunánást ebből a 4 magyar egyesületből is. Azt a sajnos fogalmunk sincs, hogy miért, mert kaptunk egy nagy kupát, de mivel olaszul mondták, és az olasz tudás az kevésbé tudunk olaszul, ezért még a mai napig nem tudjuk, hogy miért, de valamiért kiemeltek minket a hajdunánásiakat még a 4 magyar egyesület közül is. Az ifjú kajakosok Olaszországban magabiztosan szerepeltek az első nemzetközi versenyükön.
Az egy hét alatt természetesen egy kis kirándulás is belefért a programba a megmérettetés mellett. Nagyon jó volt, sütött a nap, voltunk a Gardalandba, vidámparkokba, milyen hegyet másztunk. Jó volt, jól éreztem magamat. Második lettem MK1 második korcsoportba. Sajnos utolsó 50 méterben finiseltem, és az elsőt nem tudtam megfogni. Olaszországba jártunk, én ott második lettem, és csak az van megszabva a mini MK-soknál, hogy 420 centis legyen a hajó, és akkor hát az sokkal vékonyabb hajó volt, amiben engem megvertek, és olaszul indítottak minket, és olaszul kellett lejelentkezni, ami egy kicsit nehéz volt. Az a tervem, hogy olimpiai bajnok legyek. Úgyhogy sokat edzek, meg megyek mindenféle versenyekre. Tervek viszont már vannak a jövő évre is, de nem csak a versenyek, hanem beruházások tekintetében is. Eddig ez a tó, ez tökéletesen kielégítette a versenyzőknek a felkészülését, de ez a jövőben már borzasztóan kevés lesz, illetve már az idén is látszik, hogy már a nagyobb versenyzőknek már hosszú egyeneseket kell nevezni. Nagyon szeretnénk kijutni a keleti partra, hogy ott normális feltételek között, ha sikerül, akkor ott tudjunk edzeni. Ehhez majd egy motorcsónak az, ami mindenképpen szükséges, illetve ott a keletin a bázis, ami részben meg is van. Bár a kajakosoknak az idei szezon lezárult, de az edzések folytatódnak. Viszont már nem a tavon, a tornatermi edzések csak ezután kezdődnek. Kis Zoltánt és az ő karatés múltját mindenki ismeri Hajdunáláson. Most is aktív, de leginkább már a bíráskodásra és az általa tartott edzésekre összpontosít. Legutóbb azonban, hosszú évtizedek után ismét benevezett egy versenyre, ahol az előkelő második helyezést szerezte meg. Mint mondta, ezt nem azért csinálta, mert újra versenyzői pályára akar lépni, egész egyszerűen csak magának és barátainak szeretett volna bizonyítani. No meg persze, az sem mellékes a dologban, hogy ezzel az eredménnyel is bizonyítani akarta, mennyire fontos a sport az ember életében, és hogy hogyan képes mindenkit frissen tartani. A karate. Ezzel a mozdulatsorozattal győzte le ellenfelét Kis Zoltán 6. danos karatemester a legutóbbi október 10 és 12 között Lengyelországban zajló SKDUN Nemzetközi Shotokan Karate Szövetségi Világbajnokságon, ahol 37 ország 1100 versenyzője küzdött az érmekért. Kis Zoltán végül az ezüstérmet szerezte meg ezen a viadalon, azonban, mint elmondta, bár gyorsan vége lett a mérkőzésének, azt sajnálja, hogy hozzáért az ellenfeléhez, mert igazából nem lett volna szabad megütnie és kiütnie a másik versenyzőt. Szabályosnak szabályos volt, amit tett, a dolog igazából csak őt bántja egy kicsikét. Viszont az ezüstérem óriási siker egy ilyen világversenyen. Most ez, hogy kiütöttem, ez nem dicsőség, mert nem akartam akkor átütni, ugyanis ez no contact, vagyis csak érinteni szabad az állát. Ez egy kicsit erősebbre sikerült, ezért orvost is hívtak be, és az orvos azt mondta, semmi komoly sérülés nem történt, és így kaptam rá egy pont. Tehát ezzel nyertem meg. Ez az ezüst azért is nagyon szép Kis Zoltán számára, mert hosszú évtizedek óta nem vett részt semmilyen versenyen. Most is csak azért indult el, mert sokan ugratták a baráti társaságból, és végül is magának is szeretett volna bizonyítani. Kb. 30 évvel ezelőtt versenyeztem utoljára, és ugye mindig jöttek, versenybíró vagyok, nemzetközi versenyeken is, és mindig jöttek a fiatalok, hogy könnyűen a székből okoskodni, szívesen megnéznélek benneteket is egy versenyen. És ennek hatására Vadai Zsolti barátommal elhatároztuk, hogy felkészülök és elmegyek egy versenyre. Most ebbe az edzőterembe hozott nekem ilyen kettlebell golyókat, az volt az alapozó, és mellette itt ilyen gyakorlatokat, mint amit ma is csináltunk, rengeteget, változatosat, szinte minden nap gyakoroltuk. Tehát készültem rá 3 hónapon keresztül nap. Nagyon fontos ez a felkészülés a versenyekre, hiszen ezzel kell elérni azt, hogy a lehető legjobb formáját tudja hozni egy versenyző a viadalon. Természetesen mindenki másképpen kell, hogy felkészüljön. Más a felkészülési programja egy kezdőnek, és más egy olyan rutinos versenyzőnek, mint ő maga. Kezdő karatésok elkezdik az alapokat, ahol teljesen alapállásból tanulják az ütéseket, védéseket, aztán mozgásból, de az még mindig kötött formájú, és aztán szépen eljutunk oda, hogy szabad formájú lesz az egész.
Na most a kötött formájúnál megvan, hogy milyen távolságra áll az ember, tehát az, amikor már kellőképpen begyakorolta, akkor tovább kell menni egy mozgó ellenfélre, mert ugye ott ér a meglepetés, mikor szemben mozog, és ő még nem ütötte ki a technikáját. Vagy hátra mozog, és ő már végzett a technikájával. Tehát ott kell felmérni azt, hogy az ellenfélnek merre van mozgása, és oda fókuszálni, oda betalálni, hogy a távolság is jó legyen, a dinamika is, a stabil állás, meg a versenybírók ott ülnek, és ha valami hiányzik, akkor nem adnak rá pontot. Kiss Zoltán óriási erőket mozgatott meg azért, hogy felkészült legyen erre a lengyelországi mérkőzésre, azonban, mint mondta, nem akar újabb versenyeken részt venni. Inkább csak magának és barátainak akart bizonyítani ezzel a világbajnoksággal. Szíve szerint ő inkább a saját versenyzőit futtatná hasonló világversenyeken. Hát ez csak egy ilyen próba volt, nem áll szándékomban többet versenyezni. Megnéztem a mezőnyt most belülről. Eddig csak tényleg csak a székről, meg hogy vezettem a mérkőzéseket, onnan néztem. Most csináltam egy próbát, hát úgy néz ki, hogy ez nagyon, nagyon jó bejött. Egyelőre nincs szándékomban többet versenyezni. Versenyezni már nem, azonban aktívan karatézni természetesen még nagyon sokáig szeretne Kiss Zoltán. Mert, mint elmondta, ez a sportág olyan töbletet adhat gyermeknek és felnőttnek egyaránt, amelynek köszönhetően sokkal magabiztosabbá válhatnak az élet számtalan területén. Jó volt ez a mostani világbajnokság, azonban ő inkább a folytatásban már a hajdunánási karatés közösségre fókuszálna. Nem csak fizikailag fejlődik az ember, hanem egyáltalán hozzászokik a társasághoz, mások előtt mozgásra, tehát a gátlásai úgy felszabadulnak, nem lesz olyan zárkózott történetesen a életben is, bemegy egy bankba, bemegy az irodába, lazábban meg mer szólítani bárkit, tehát nagyon sok mindenre jó ez, nem csak. És mellette, ha megnézzük, ökölvívók is, meg a többi versenyszámban, máron 30-40 éves korban abba adják a versenyzést. Nálunk itt, mint a mellékelt ábra bizonyítja, én igaz nem vagyok több 28 évesnél, de még versenyképes. Tehát még ebbe a korba, 58 éves vagyok, még ebbe a korba is lehet versenyezni. Karaténak még az is egy rendkívül nagy előnye, hogy a versenysport mellett életforma, valamint önvédelem. Tehát mindegyikre nagyon jó, nagyon hatásos. Most teljesen másképp edzem azt, aki versenyezni akar, teljesen másképp edzem azt, aki nagyon kemény utcai harcos akar lenni, meg másképp edzem azt, aki meg akarja védeni saját magát és a családját. Na ugye ez mindegyikre jó. Olyan izmokat erősít, amit esetleg más sportban nem. Vagyis inkább úgy mondom, hogy ez nem csak egy erőt, gyorsaságot, állóképességet, hajlékonyságot, mindent fejleszt. És ugye egy gyerekeknél lehet látni a tévében, hogy milyen pici gyerekek a leghajlékonyabbak. Na most egy karatést is megnézünk, még 20-30-40 éves korban, még van, amelyik még 50-60 éves korban is ugyanolyan laza, mert ugye a gyakorlatok során nem fog bemerevedni, nem fog elgörcsösödni. Most ugyanaz van a gyorsasággal. A gyorsaság, hát melyik sport az, amelyikben a leggyorsabbak az ilyen rövid távfutók, ilyen 18 év körüli emberek. Na most itt bizony 50-60 éves korban is gyorsnak kell lenni, hogyha az ember szinten akar tartani magát. Tehát a gyorsaság fejlesztve az is sokáig kihúzódik a lepusztulásnak a ideje. Aztán a erőlét, tehát a maratoni futók, azok milyen hosszan bírják. A karatésnak ugyanúgy bírnia kell, tehát ez sem fog lepusztulni. Vagyis ezeket a tulajdonságokat mindet szinten tartja, vagy esetleg magához képest javítja az embereknek. Talán éppen ennek is köszönhető az, hogy a régi karatésok közül mind a mai napig nagyon sokan vannak, akik heti rendszerességgel visszajárnak az edzésekre. És a régiekkel már jöhetnek az ő gyermekeik is dolgozni, mert hogy ez lenne a legfontosabb a nánási karatésok számára, hogy minél több gyermek lejárjon az edzésekre. Jönnek hozzám vissza ilyen régi karatésok, akik 30 éve együtt edzettünk, mint a Doboz Émi, Hernyák Gabi, Kapusi Árpi. A régi karatésok visszajönnek, és velük együtt, ha a gyereket elhozza a szülő, nagyon szívesen venném, ha ő is beállna. Nekem volt már olyan tanítványom Kótajban, aki két gyerekét hordott le edzésre, és mondtam neki, hogy hát mindig itt ülsz a padon, ő állj be és gyakorolj. Mondta, hogy nem, mert kinevetik a gyerekei. Na, oda hívtam a két gyereket, mondtam nekik, most apukátok be fog állni, de aki nevetni, mert nem győz békaügötésbe az edzőterembe. Azon csend volt, végig apuka ott szegény gyakorolgatott. Nem vártam tőle az, hogy most egy világsztárt nevelek belőle,
azt vártam, hogy gyerekével jól érezze magát, és most már barna öves az apuka. Tehát komolyan vette, járt. Na most nem mindenkit egyformán kell kezelni, tehát nem kell arra gondolni, hogy a gyerek nem megyek oda, mert meg fognak verni. Hát itt a gyerekeket nem, még érinteni sem szabad, nem így, mint itt a versenyen, amit láttatok, hogy kap egy maflást és eldől. Nem, itt teljesen ki vannak kímélve a gyerekek, mert nincs értelme elvenni a kedvüket. Őket az motiválja, hogy mehetnek versenyezni, ott azért vigyáznak egymásra természetesen, mert a versenybírók ezt megkövetelik, ha megérinti, akkor leléptetik a sérülést okozó gyereket. Tehát nagyon vigyázunk rájuk. Ugyanúgy, ha egy idősebb úr vagy hölgy idejön, nem azt várom tőle, hogy villámgyors technikákat dolgozgasson a maga módján, erősödjön, ügyesedjen, jól érezze magát, nem fogja bántani senki. Gyerekeket, felnőtteket, egy szóval tehát mindenkit várnak karatézni Kis Zoltánék, akik heti rendszerességgel tartják az edzéseiket az egykori Barcsa iskolában. A Hódos Imre Sportegyesület alatt dolgozunk, mint a Sotokan Karate szakosztály. Az interneten, akár az én Facebookomon is, magyar, a Hajdunánási honlapon is szerepel a sportok között a karate oktatás. És hát megvan ott a telefonszámom, kereshetnek, vagy itt a edzőterembe, hétfőn a volt hármas iskola, Barcsa János úti iskola, Barcsa János iskolában edzünk, 6 órától, ott nagyobb terem van, ott inkább formagyakorlatokat gyakorlunk, mint ahogy láthattátok. Itt az én kis edzőtermembe, itt meg főleg a elit gyakorol, de ha megvan a megfelelő mennyiségű gyerek, akkor szívesen egy órával korábban kezdek miattuk, és akkor őket is tudom itt tanítani. És ha valaki olyan szorgalmas, mint maga Kis Zoltán, akkor akár egy világbajnokságot is megnyerhet. De ha nem, akkor is számtalan olyan erénnyel és tudással gazdagodhat, amit kamatoztathat a mindennapi életben. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. Idén éppen 25. éve már, hogy szabadon emlékezhetett országunk népe az 1956-os forradalom hőseire. Idén a városi szintű megemlékezésen a Kőrösi Gimnázium diákjai adtak ünnepi műsort. 5 évre szól a mandátumunk az újonnan felállt képviselőtestület tagjainak. Hajdunánás város önkormányzatának alakuló képviselőtestület ülését október 22-én tartották. Újdonság, hogy egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választottak dr. Juhász Endre és Csiszár Imre személyébe. Elkezdődött a fűtési szezon, nagyon sok család fűt gázzal, fával, és városunkban több mint 500 lakásban távhőszolgáltatás biztosítja a fűtést. A 2 éve tartó rezsicsökkentés ezen az őszön elérte a tűzifa piacot is. Az állami erdészetek készleteiből családonként 10 köbméter fa vásárolható 10%-kal olcsóban, ám a szállítási költség már az igénylőt terheli. A Blue Tongue, azaz a kék nyelv betegségre kell leginkább figyelni idén ősszel az állattartóknak, mondta el dr. Varga Miklós. A korta szúnyogok terjesztik, amelyeknek eddig kedvezett az enyhe időjárás, ezért hatványozottabban oda kell figyelni írtásukra az állattartó telepek környékén. 100 év, 100 véradóval címet viselte október 22-én a Vöröskereszt hajdunánási területi szervezete által rendezett véradás. A szervezet fennállásának 100 éves jubileumának alkalmából a cél az volt, hogy legalább 100 fő jelenjen meg a véradás helyszínén. A célt elérték, a nap folyamán ugyanis 110 fő jelentkezett véradásra, akik közül végül 98-an vért is adtak. 2014 őszén indult útjára a Nemzeti Lovas Program, amelynek egyik fontos része az iskolai lovaglás oktatásának bevezetése. Ehhez a minisztériumi kezdeményezéshez csatlakozott a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Szövetség. A program sorozatban résztvevő osztályoknak olyannyira megtetszett ez a lehetőség, hogy szívesen ellátogatnának a jövőben is Tedejre, a lovardába. Október 16-ától már Szivárvány óvodának hívják a Nikodémusz utcai óvodát, ami eddig az egyes számú óvoda nevet viselte. A névadó ünnepségre az őszi játszónappal egybekötve került sor, ahol a gyermekek szüleikkel együtt vehettek részt a színes programokon. Idén a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 5 végzős osztálya állhatott büszkén a művelődési központ színpadán, hogy a szalagtűz ünnepség keretei között hivatalosan és maturandusokká váljanak. A diákok most is látványos táncprodukciókkal készültek a nemes alkalomra. Szezonzáró programjukra a Hajdunánási Dominó Diáksport Egyesület a kajakenu sporták környékbeli és országosan elismert képviselőit hívták meg egy délutáni beszélgetésre október elején, október 12-én pedig a Hajdunánási Dominó Diáksport Egyesület szervezésében került sor a második Bocskai Kupára, az idei szezon utolsó versenyére.
Október 10-e és 12-e között Lengyelország adott otthont az SKDUN Nemzetközi Shotokan Karate Szövetség világbajnokságának, ahol 37 ország 1100 versenyzője küzdött az érmekért, közülük egy hajdunánás is, Kis Zoltán személyében, aki a dobogó második fokára állhatott föl. Ennyi fért mai Nánási Krónika című műsorunkba. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!